IQ élő és halott kereső kutya. Ő is részt vett a 9 napos ekvádori mentésben április végén. A főrengést követően mintegy 7000 épület dőlt romba, és 26000 embert költöztettek ki a hatóságok. A munkát nehezítette, hogy a főrengés után még legalább 700 utórengést számoltak a helyszínen. A magyar csapatok a katasztrófa utáni harmadik napon érkeztek a térségbe. 6 fővel indultunk útba, 3 kutyával. A helyszínre érkezve tulajdonképpen avval találkoztunk, hogy a fővárosba érkeztünk meg. Onnantól a nagykövetség segítségével jutottunk el Mantába, ami az egyik földrengés sújtott terület volt. Igazából innen 300 kilométerre volt az epicentrum, de itt is nagy károk voltak, és főleg itt ez egy tengerparti övezet, nagyon sok szálloda található, és ezek a szállodák ilyen 4-5 emelet magasak voltak, és a földrengés következtében az alsó két szint az beroppant, és az ilyen 40 centire összezsugorodott. A magyar csapatok érkezésekor már nem az élők keresése volt a legfőbb feladat. A helyreállítási munkákat megelőzően meg kellett keresniük a további áldozatokat. Ehhez speciálisan képzett kutyákra van szükségük a mentőknek. A térségbe egyedül mi rendelkeztünk ilyen kutyákkal. Itt annyi volt a feladatunk, hogy az összedőlt romokhoz kivittek minket a katonaság. Ott felmértük a romnak a struktúráját, bejelöltük azokat a helyeket, ahol feltehetően áldozatok vannak, és már minket nem is engedtek, hogy hozzányúljunk az ő embereikhez, hanem minket vittek tovább a következő romterület, mivel elég sok ilyen romterület volt, így végül is kiérkeztünk egy romterületre, kutattunk, jelöltünk, vittek tovább minket, és egész nap ez volt a fő feladatunk. A hazai csapatok mintegy 30 helyszínen jeleztek eredményesen, az áldozatokat így az ő segítségükkel emelték ki a romok közül.